Feszült várakozás tükröződött Ursula von der Leyen arcán, amikor az EP-ben az Európai Bizottságról szavaztak. A német politikus felszabadult mosollyal fogadta a gratulációkat, miután kiderült, az Európai Parlament többsége támogatja az újonnan felálló testületet, amelynek ő áll majd az élén. Von der Leyen programbeszédében létkérdésnek nevezte a klímaváltozás elleni harcot. Vélhetően a magyar kormánynak is üzent azzal is, hogy kijelentette, nem fog megalkudni a jogállamiság kérdésében. A Demokratikus Koalíció EP képviselői közleményük szerint támogatták az új bizottságot. Az MSZP-s Újhelyi István fenntartásokkal ugyan, de megszavazta a testületet. Igennel szavazott a jobbikos Gyöngyösi Márton is. A Momentum két képviselője viszont tartózkodott. Mint Donát Anna közösségi oldalán írta, a bizottság magyar tagjának függetlenségével kapcsolatban merültek fel aggodalmak. Várhelyi Olivér bővítési biztos lesz, de csak miután írásban vállalta, hogy a magyar kormánytól függetlenül fog működni. És ahogy említettem, Szent Ivány István külpolitikai szakértőnk a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Neccesebb volt ez a választás, mint a korábbiak? Tehát nem tudom, hogy a korábbi választásoknál román jelöltet visszadobják, magyar jelöltet, ugye Trócsányi Lászlót visszadobták, új jelöltet kell a kormánynak hivatalosan kineveznie, vagy megneveznie. Aztán látszott itt is, aztán itt is látszott például, hogy volt azért feszültség. Ez egy feszültségteljesebb választás volt? Igen, tehát mindig előfordult, hogy egy vagy két jelöltet visszadobtak, most azonban ez egy hosszabb folyamatban derült ki, voltak itt már a startvonalra se engedtek ugye két jelöltet, például a Trócsányi Lászlót, és hát a Várhelyi Oliver esetében még külön kértek, mint második jelölt esetében kértek egy külön írásbeli nyilatkozatot is, tehát mindenképpen neccesebb volt maga a folyamat, viszont maga a végeredmény, a szavazás, az sokkal magabiztosabb volt, mint az előző bizottságnak a megszavazása. Most 461-en szavazták meg, míg a Juncker-féle bizottságot csak 423-on, tehát azt mondhatnám, hogy a vége végül is simán ment. Tisztázok, Várhelyi Olivér ebben a pillanatban magyar politikus, vagy magyar diplomata ebben a pillanatban, vagy pedig egy uniós diplomata, aki, hogyha Magyarországon például jogsértés, vagy bármit talál, ugye nem ez a posztja első sorban, de akkor uniós politikusként lép föl? December 1-től, ugye a december 1-jé lép hivatalba az új bizottság, attól kezdve ő az unió képviselője, a bizottság képviselője, és a szabályok szerint semmilyen kapcsolata nem lehet azzal az országgal, amelyik jelölte őt. Mit jelent ez? Tehát, hogyha megcsörren a telefonja, és látja, hogy Orbán Viktor hívja, akkor fölveheti azt a telefont? Beszélgethetnek? Természetes, és nem csak Orbán Viktorral, bármelyik miniszterelnökkel beszélhet, és bármelyik miniszterelnök hívhatja, de senkitől semmilyen instrukciót vagy utasítást nem fogadhat el. Sőt, ezt világosra is kell tennie, hogy ő csak a bizottság felé lojális, és nem az ország felé, ahonnan jött. Olyan mértékben bizonyságot adott erről legalábbis a meghallgatásánál, hogy például a magyar ellenzék élből azt mondta, hogy a meghallgatásán megtagadta Orbán Viktort. Én ezt egy kicsit másképp látom. Tehát a magyar ellenzék azért mondta ezt, hogy végül is megszavazhassa a bizottságot, nem csak őt. Én azt gondolom, hogy ő nagyon ügyesen és nagyon diplomatikusan, de nem egyértelműen határolódott el, felmondta az alapszabályt. Az alapszabály az, hogy senkitől nem fogadhat el. Ugye bele akarták kényszeríteni, hogy tételesen Orbán Viktort ítélje el és utasítsa el, ezt nem tette meg. Erre persze nem is lehet kényszeríteni, hiszen egy biztosnak az sem feladata, hogy egyenként bármely miniszterelnököt elítéljen, de az ő esetében azért merült föl, mert neki az volt a híre, én személyesen vele nem voltam kapcsolatban, ezt nem tudom sem megerősíteni, sem cáfolni, de az volt a híre, hogy ő nagyon vehemensen képviselte a kormány álláspontját, és nagyon nagy átéléssel, mint nagykövet. Persze a nagykövetnek az a feladata, hogy képviselje a kormány álláspontját, de azért itt sok fokozat van, hogy hogyan lehet ezt képviselni. Na most nézzük az ő munkakörét, vagy a mandátumát ebben a pillanatban, ugyanis gyakorlatilag a magyar kormányzat azt mondja, hogy ennél álomszerűbb dolog nem történhet meg, hogy Magyarország kapja meg ugye a szomszédságpolitikát és a bővítési tárcát, miközben az ellenzék azt mondja, hogy igazából ez egy fajsúlytalan dolog, mert az elkövetkező években Nyugat-Balkánról máshonnan az Európai Unió nem is akar bővíteni. Szerintem az igazság itt is valahol a kettő között van.
Mert egyfelől ugye Magyarország másodszor jelölte meg elsődleges prioritásként ezt a tárcát, már Navracsics is ezt szerette volna megkapni, és azért itt a térségben ennek megvan a jelentősége, ez bizonyítja azt, hogy Horvátország és Szlovénia is ezt jelölte meg elsődleges prioritásként, ezt szerették volna megkapni. Az más kérdés, hogy egyik esetében se lett volna szerencsés, azt ön, mint délszláv szakértő pontosan tudja, hogy vannak feszültségek a csatlakozásra váró országok és Horvátország vagy akár Szlovénia között. Sőt, a kettő között is. És a kettő között is. Tehát az se lett volna szerencsés, de minden esetre három olyan ország volt, amely kifejezetten ezt akart, az egyik Magyarország, és Magyarország megszerezte. És én azon sem értek egyet, hogy ez teljesen súlytalan. Ez nem teljesen súlytalan, még akkor sem, hogyha bővítése biztos, hogy nem kerül sor ebben az öt évben, viszont az, hogy a folyamat milyen irányba megy, az nem lényegtelen. Ha most megnézzük, amit von der Leyen asszony kijelentett, szó szerint idézett, Európa mindig egy olyan hely lesz, amely menedéket kínál a nemzetközi védelemre szorulóknak. Ez egy egyértelmű jelzés annak, hogyha valaki mondjuk háború elől menekül, akkor az Európai Unió befogadja. Ha abból indulok ki, hogy Magyarország az Európai Uniónak a szerves része, és például a bővítés és szomszédságpolitikai biztos éppen magyar, akkor mi van akkor, hogyha ezek a menedéket kérő nemzetközi védelemre szoruló emberek Magyarországon jelennek meg? Hát ez egy nagyon izgalmas dolog lesz a következő hetekben. Ugye most kiszivárgott az, hogy hétfőn a német belügyminiszter egy teljesen új tervezetet fog benyújtani és köröztetni a tanácsban, amelynek az a lényege, hogy kötelező elosztási kvótát akarnak bevezetni, mindenkire kötelező, és nem lehet kiváltani más szolidaritási lépésekkel, amit ugye a visegrádiak akarnak, hogy ne kelljen befogadni embereket, de helyette pénzt adnak, embert adnak, stb. Tehát egy ilyen javaslat hétfőtől ott lesz az asztalon. De ha ez így van, akkor ez egy töréspont, mert Orbán Viktor ennél erőteljesebben nem tudja már azt mondani, hogy Magyarország migránsokat, vagy illegális bevándorlókat soha semmilyen körülmények között nem fogad. Hát itt most igen. Teljesen így van, ezért mondtam azt, hogy ez egy legsúlyosabb töréspont lehet egy hónapon belül ez a kérdés. Ez most már mindjárt az asztalra kerül. Persze, ez nem csak Magyarország, hanem a visegrádiak szempontjából is így ebben a formában elfogadhatatlan, tehát ebből biztos, hogy nagyon nagy viták lesznek. Az persze más kérdés, hogy ez a javaslat nem illegális bevándorlókról szól, a migránsokról, hanem menekültekről. Ugye a javaslatnak az az lényege, hogy kívül bírálják el első fokon, hogy kire vonatkozhat az európai szabályok szerint a menedékjog, de akikre vonatkozik, azokat szétdobják. De azt is látta, hogy például akár cikkekben vagy sajtó megjelenésekben a kettőt időnként azért összemosták. Hát Magyarországon egyértelműen, de külföldön nem. Tehát azért alapvetően különbséget tesznek a bevándorlók között. Ugye a bevándorlás az nem egy jog. Azt meg lehet adni, azt minden ország maga dönti el, hogy kit akar befogadni. És meg lehet tagadni. És meg lehet tagadni, minden ország saját maga dönthet, ez tagállami hatáskör. A menekültügy az osztott hatáskör. Egyszerre nemzeti és egyszerre közösségi hatáskör. Nagyon erős töréspont lesz, hogy gondolja? Nagy viták lesznek? Nagy asztalcsapkodás? Én úgy gondolom, hogy ebből nagyon kemény vita lesz. Szent Iványi Istvánnak nagyon szépen köszönöm, hogy itt járt nálunk ma reggel. Én is köszönöm szépen.